Az utóbbi években az alföldi rozék előretörése figyelhető meg a rangosabb borversenyeken, ami lássuk be, nem teljesen véletlen és indokolatlan, hisz az itteni termőhelyi adottságok, kiegészülve a szaktudással és a korszerű pince technológiákkal, igen jó eséllyel lesznek képesek beelőzni a klasszikus rozé borvidékeket. Ezt az előrejelzést támasztja alá többek között a most bemutatásra kerülő két rozé egyike, melyeket Pelle László fog kóstolni és minősíteni. Köszöntöm a Törzsasztal nézőit, a mai alkalommal két rozébort fogok önöknek mutatni. A két bor két eltérő borvidékről, a kékfrankos rozé a hajósbajai borvidékről, a Cabernet Sauvignon kékfrankos rozé pedig a villányi borvidékről származik. A közös a két borban a tulajdonos, illetve a borász Koch Csaba, aki alapvetően a hajósbajai borvidéken tevékenykedik, de vásárolt egy kisebb birtokot és pincét a villányi borvidéken is. A mindkét bor 2012-es évjáratú, és a Miklós napi rozé borversenyen, amelyet az elmúlt években már 13-szor rendeztek meg, aranyérmet szerzett mind a két bor, és a Magyar Tudományos Akadémia borversenyén is nagyon jól szerepelt mind a két bor, a hajósbajai és a villányi bor is. A rozéborok nem túl nagy hagyományra tekintenek vissza. Magyarországon 15-20 évvel ezelőtt ez a fogalom jó részt ismeretlen volt. Franciaországban, Provence vidékén készítenek a mai napig is rozéborokat, és az ottani rozék egészen más stílusúak, mint a magyarországi rozék. Nehezebb borok érett szöllőből egy vastagabb bort készítenek. Mi a rozébor készítés lényege? Egészen röviden kékszöllőt fehér bor technológiával dolgoznak föl, rövid héjonáztatás, hűtött, irányított erjesztés és minimális szénsav hozzáadásával érik el azt az üde, könnyű borjelleget, amelyet az utóbbi néhány évben hát a borfogyasztók megszerettek és megkedveltek. A két bor, hogyha egy kicsit jobban megfigyelik a palackok nyakát, abban is különbözik egymástól, hogy a hajós bajai borvidéken készült kékfrankos rozéban még hagyományos parafadugó van, volt, a villányi rozé már csavarzárral készült, ez egy újabb, modernebb zárási technológia, tudom ajánlani, nagyon praktikus, könnyebb felbontani, nem szükséges hozzá külön eszköz, egy mozdulat, és vissza is lehet zárni, tehát minden szempontból előnyösebb, és nem fordul vele elő dugóhiba, ami sajnos a parafa dugóval törvényszerűen együtt jár, hogy a borok 1-2-3%-a dugóhibás lesz, amiről a borászok nem tehetnek. A parafa dugót ne felejtsük el, ugyanis azoknál a boroknál, amelyek hosszabb érlelésre készültek, legyen szó fehér vagy vörösborról, túlnyomó részt vörösborokról, a parafadugónak továbbra is létjogosultsága van, ugyanis egy minimális légcserét engedélyez a külvilág és a bor között, és ez a bor érése szempontjából fontos. Nem így a rozéboroknál, amelyeket frissen készítenek el, és frissen fogyasztunk el, nincs szükség külön érlelésre. Javaslom is mindenkinek, hogy amennyiben rozébort vásárol, akkor azt azonnali fogyasztásra vásárolja, és évjáratos rozéborokat Magyarországon még egyelőre nem készítenek. Az első borunk a hajósbajai borvidékről származó 2012-es kékfrankos rozé. A bor színén látjuk azt, hogy egy rövid héjonáztatás után került a bora tartályba. A rozé készítés technológiája elég feszes és nehéz, hűtve kell a bort erjeszteni, és must ülepítéssel kezdődik a borkészítés. Ez azért fontos, hogy a bor minél tisztább, minél kevesebb utólagos szűrést és derítést igényeljen. A megjelenő apró gyöngyök azt mutatják, hogy a borba széndioxid van, ennek egyik része az az erjedés folyamán keletkezett természetes széndioxid, amit nagyon célszerű benne tartani a borba,
de ha ez nem elég, akkor ebből valamennyit pótolni is kell még. Ez a bor élvezeti értékét kimondottan javítja és emeli. A jellegzetes kékfrankos rozé illat egy málnás, egy nagyon picit ribizlis illat, ami arra utal, hogy egy érettebb szőlőből készült ez a rozébor, és ez a gyöngyözés elég hosszan látható. A lecsorgáson is azt látjuk, hogy viszonylag telt borhoz van szerencsénk. A bor pontosan hozza ízképben azt, amit az illatban éreztünk. Mindenkinek azt ajánlom, hogy próbáljon arra a szituációra gondolni, amikor a frissen szedett málna egy picit már áll a tálba, és egy kis levet ereszt. De még erjedésről, málna befőtt készítésről, gyümölcsleves készítésről nincs szó, hanem egy pici levet eresztett saját súlyánál fogva, és ez a ízhatás, amit nagyon szépen érzünk ebbe a 2012-es borotai kékfrankos rozéba. Kedves egészségükre! Második rozéborunk a villányi borvidékről származó Cabernet Sauvignon kékfrankos rozé, ugyancsak 2012-es. Ezen a pincészet egy nagyon hasznos újítására szeretném az önök figyelmét is fölhívni. Ugyan most még csak kismértékben látszik, itt egy hőmérő található, egy olyan speciális hőmérő, ami igazán a hőmérséklet változásával válik markánsan láthatóvá, mégpedig 12 fokos hőmérsékletnél. Ugyanis a rozéborok fogyasztása szempontjából, és a könnyű fehérborok fogyasztása szempontjából is, ez a 8-10-12 fokos hőmérséklet tartománya az ideális. Másik fontos újítás ezen a boron, amiről már beszéltünk, a csavarzár, amit sokkal könnyebb fölbontani, mint a dugót kihúzni. Ami elsőre szembe tűnik, hogy ebben a borban is található szénsav, és ez a szénsav, ez a bor üdessége szempontjából fontos, mint említettem. Láthatjuk, hogy a két bor színe kissé eltér egymástól, de ezt az eltérő szőlőfajták jól magyarázzák. Érdekes módon a Cabernet Sauvignon rozé illata kevésbé intenzív, mint a tiszta kékfrankos rozé bor illata, és egy ilyen ribizlis, epres jelleget lehet érezni, ami valószínűleg a szőlőbe lévő beltartalmi értékek különbözőségéből adódik. Nagyon jó savak, epres, málnás, inkább egy kicsit málnás jellegű íz, hosszabb bor, hosszabb utóízzel, mint a sima kékfrankos rozé. Ezeket a borokat tudom ajánlani a gasztronómia nagyon széles körében, aperitív boroknak, épp úgy, mint tésztákhoz, különösen olasz, paradicsomos jellegű tésztákhoz, halakhoz, grillezett halakhoz, de akár még halászléhez is fogyaszthatóak. Kedves egészségükre!